A videóban látható képek és szövegek eredetileg az 1964-ben megjelent rádióamatőr füzetei sorozat tranzisztor működése képekben egy című lapszámból származnak, a szöveget Kovács Ferenc, a rajzokat pedig Jári Gyula készítette. Második fejezet. Egy kis atomfizika. Transzisztor tanulmányainkat kezdjük egy kis atomfizikai áttekintéssel, hogy megismerkedhessünk az elemi részecskékkel. Földünk több mint száz elemből épül fel, ezek közé tartozik számunkra a különösen érdekes germánium és szilícium is. Az elemek atomokból állnak, amelyekhez az anyag feldarabolásával jutunk. Az anyag tulajdonságaival még bíró legkisebb rész az atom. Az elemek egymással vegyületeket alkotnak, ilyen például a víz. A vízmolekula egy oxigénatomból és két hidrogénatomból áll. Az anyag szerkezetét tekintve lehet kristályos szerkezetű, mint például a gyémánt, vagy nem kristályos, mint például a viasz. A germániumatom köbös kristályrácsot alkot. Köbös kristályrács esetén az atomok a kocka négy sarkában helyezkednek el és tetraédet képeznek. Az ötödik atom a kocka belsejében van. Ilyen szerkezetnél minden atomnak négy szomszédos atomja van. Hatoljunk beljebb az atom titkába és vizsgáljuk meg, hogy milyen részekből áll maga az atom. Az atom a magból és a körülötte keringő, több héjon elhelyezkedő elektronokból áll. Az atommag pozitív, az elektron negatív töltésű. A legkülső héjon helyezkednek el az úgynevezett vegyérték elektronok, amelyek az atomokat kapcsolják össze. A germániumnak és a szilíciumnak négy vegyérték elektronja van. A vegyérték elektronok vagy más-más elem atomjait kapcsolják össze, mint például a vegyületeknél vagy ugyanazon elem két atomját. Az összekapcsolást úgy képzeljük el, hogy két vegyérték elektront két atom közösen használ. Szerepük emlékeztet a vasúti kocsikat összekötő szerkezetre. A félvezető külső héjén elhelyezkedő négy vegyérték elektron négy egységnyi negatív töltés, az atom maga megmaradó belső elektronokkal pedig négy pozitív töltés, együtt tehát elektromosan semlegesek. A hő hatására a vegyérték elektronok könnyen szakadnak el az atommagtól, mégpedig minél nagyobb a hőmérséklet, annál könnyebben. Adott hőmérsékletnél egyes elektronok annyira eltávolodnak az atommaktól, hogy annak a rájukható elektromos vonzása ellenére is elszabadulnak. Az elszökött elektronok önállósítják magukat, szabadon mozognak a kristályrásban a megmaradó atom töltése viszont az elektron hiány miatt pozitív lesz. Az atom maga az elveszett elektront pótolni igyekszik. Pozitív töltésével vonzást gyakorol a szabadon mozgó negatív töltésű elektronokra, és a közeljövőket magához húzza. A befogott idegen elektronnal ismét kiegészül az atom. Létrejön az elektromos semlegesség. Az olyan atom tehát, amelyből egy elektron megszökik, pozitív töltést képvisel. Ha az elektron hiányt lyuknak nevezzük el, akkor egy új fogalomhoz jutunk. Ennek lényege, hogy töltése pozitív. A lyuk, akár csak az elektron, mozogni képes. Ha ugyanis valamelyik atomból egy elektron átmegy egy lyukas helyre, az eltávozó elektron helyén képződik lyuk. Miközben tehát az elektron az egyik helyről a másikra ment át, az elektronhiány, vagyis a lyuk éppen ellentétes irányú mozgást végzett. Jól szemlélteti ezt a taxik mozgása. Tegyük fel, hogy minden taxi egy elektronnak felel meg. Ha az állomáson egy taxi kihajtott, akkor egy üres hely, lyuk keletkezik. Ha most a mögötte lévő taxi, vagyis elektron egyel előbbre hajt, az üres hely egyel hátrébb kerül. A következő taxi előre jövetelével a lyuk még egyel hátrébb jut. A taxik, elektronok, mozgással tehát a lyuk üres kocsi hely mozgását idézi elő. A lyuk pozitív töltésű képzeletbeli részecske, töltéshordozó. Az elektron negatív, a lyuk elektron hiány pozitív töltéshordozó. Ha a kristályra feszültséget kapcsolunk, rajta áram folyik keresztül. A szabad elektronok pozitív pólus felé haladnak, ez pedig áramot jelent. Az áram nagyságát a szabad elektronok száma szabja meg. Fémekben ezekből sok van, ezért az áram nagy, tehát a fém jól vezet. A szigetelőkben, ilyenek például a műanyagok, igen kevés a szabad elektron, ezért ezek rosszul vagy alig vezetnek. A félvezetők, mint nevük is elárulja, vezetés szempontjából a jól vezetők és a szigetelők között helyezkednek el, csak félvezető. Ha a félvezetőt melegítjük, a hőmérséklet emelkedésével nő a szabad elektronok száma, és növekszik a félvezető vezető képessége is, amit úgy is mondhatunk, hogy a félvezető ellenállása csökken. Reméljük, tetszett ez a videó, és ha még szeretné tanulni, akkor javasoljuk, hogy nézd meg az Elektromos Állam című videónkat, és iratkozz fel a csatornára, hogy le ne maradj a következő részről. Sziasztok!